Többek között ezzel a Lucas névre keresztelt újraélesztő készülékkel is találkozhattak, akik ellátogattak a szexádi mentőállomás programjaira. A résztvevők megismerkedhettek a mentőautók felszerelésével, valamint hasznos életmentő technikákat is elsajátíthattak. Létai Máté mentőtiszt elmesélte, hogy az országos mentőszolgálat kezdetben 76 darab állomással indult, a járműpark nagy részét pedig a II. Világháborút átvészelt autók adták. Az országos mentőnap május 10-e. Azért ünnepeljük május 10-én, mert 1948. május 10-én alakult meg az országos mentőszolgálat. Gyakorlatilag ezzel született meg Magyarországon a egységes szervezetmentés, de egyébként érdekesség, hogy ezt megelőzően 1887. május 10-e volt a Budapesti Önkéntes Mentőegyesületnek a megalapításának is az ideje. Tehát avval indult el egyáltalán az, hogy szervezetmentés legyen, de ez ugye akkor még külön volt, tehát volt egyszer Budapesten, mint a Budapesti Önkéntes Mentőegyesület, illetőleg voltak a vármegyék és a városoknak is a mentőegyesületei, és hát 1948-ban ezt vonták egy kalap alá, egy egység alá, így született meg az országos mentőszolgálat. Hozzátette, 1954-ben már rohamkocsi szolgálat is működött Magyarországon, melyre az a jellemző, hogy a korszak legújabb és legkorszerűbb technikáját felvonultatva igyekeznek segítséget nyújtani a rászorulóknak. Mentőnap alkalmával országosan is nyílt napokat tartunk a mentőállomásokon. Ilyenkor nagyon sok szeretettel várjuk azokat, akik az elsősegélynyújtás, illetőleg a mentés, az életmentés iránt érdeklődnek. Van lehetőség megtekinteni a mentőautóinkat belülről, a felszereléseket, amiket használunk, és hát nyilván ezen kívül hasznos praktikákat is tudunk adni, és adunk is nagyon szívesen, amiket hát így a mindennapi életben tudnak alkalmazni az érdeklődők. Nyilván az elsősegélynyújtás területén elsősorban újraélesztésre, légúti idegen testeltávolításra, sebellátásokra gondolok. Itt látható a szexárdi esetkocsi, melynek a felszerelése az megfelel a mentőszolgálat által ugye egységesen országosan meghatározott esetkocsi felszereléseknek. Található benne lélegeztetőgép, illetőleg egy LifeVac 15-ös monitor egység, amivel hát defibrillálni tudunk, pacemaker terápia, illetőleg vérnyomásmérés, véroxigén szintmérés, egy nagyon okos eszköz. Továbbá található benne gyógyszeradaguló pumpák, leszívógép, és hát itt vannak a mentőtáskáink, melyekben a sürgősségi ellátásban használatos gyógyszereknek a széles palettája található. Továbbá fönt ott a fönti fiókok is kötszereket, infúziókat és minden egyéb sürgősségi betegellátásban használatos eszközt tartalmaznak. A mellkas kompresszió volt az egyik gyakorlat, amit elsajátíthattak a résztvevők, ezután pedig a helyes lélegeztetési technika került terítékre. Lezajlott a 30 darab mellkas kompresszió, utána jön 2 darab befújás, ezt szintén úgy csináljuk, hogy hátrahajtjuk a beteg fejét, hiszen ha megnézzük, akkor ebben a helyzetben a légutak viszonylag el vannak zárva, viszont ezzel, hogy így kiemeljük ugye a fejet, itt kiegyenesedik maga a légcső, így sokkal könnyebben és effektívebben áramoltatható ugye a levegő, és átrajtjuk a fejet, erre fele fogunk elfordulni, és két befújás. Ennek a befújásnak ugye úgy kéne hatékonyan végezni, hogy így emelkedjen és süllyedjen a mellkas, ezt nyilván szemmel ellenőrizzük, azért errefele fordítjuk a fejünket a befújás után, utána pedig 30 kompresszió és két befújás. Sütkei Gábor elmondta, próbatétel volt számára az újraélesztés kipróbálása, mert ezelőtt még soha nem csinált ilyen gyakorlatot. Ez számomra nagyon érdekes volt, meg hasznos is, mert soha nem tudni tényleg, hogy mit hoz a hónap, lehet, hogy megyek hazafele, valaki összeesik az utcán, és nem tudni, hogy mikor kell. Tehát soha nem tudni. Évekkel ezelőtt ugye kaptam egy jó kis okostelefont, és akkor hallottam például azt is, hogy van ez az életmentő applikáció. És azt is letöltöttem, és sajnos már kellett használnom. Fejl László számára hasznosak voltak az életmentő gyakorlatok. Megtekintésükkel jobban beleláthatott a mentősök munkájába. Lényegében ugye ez azért is fontos,
hogy ugye, tehát hogy fontos az, hogy az embereknek ugye segítsünk, hogyha bajba kerülnek, tehát ugye, míg ugye a mentők ugye kiérkeznek, tehát fontos az, hogy az alapszintű ellátást ugye biztosítsuk. Az életmentő gyakorlatok hasznosak minden ember számára, hiszen senki nem tudhatja, mikor lesz rá szüksége az életben.